Az Európai Unió az Afrikából és Ázsiából induló migránsok első számú célpontja. Évek óta nem csökken a nyomás a határokon. A legsúlyosabb helyzet Olaszországban, Lampedusán, illetve Spanyolországban a Kanári-szigeteken alakult ki. Az Unió határ- és partvédelmi ügynöksége szerint tavaly megközelítőleg 380 ezeren érkeztek illegálisan az Európai Unióba. Migránsokkal a fedélzetén futott be az olasz parti őrség hajója Lampedusára. Az afrikai illegális bevándorlókkal teli hajó teljesen megszokott látvány. A földközi tengeren ugyanis ismét kedvezőek az időjárási körülmények, így naponta százával érkeznek az olasz szigetre. Vannak, akik nem szorulnak a hatóságok segítségére, ők saját hajóval teszik meg az utat Afrikától a legközelebbi olasz szigetig. Lampedusa ismét megtelt migránsokkal, hajókkal, repülőkkel szállítják át őket Olaszország más részeire, az ottani befogadó központokba. Emiatt tüntettek ezrek Milánóban a hétvégén. Azt követelték, hogy a kormány szakítson az eddigi gyakorlattal, és ne szállítsa Lampedusáról Milánóba az illegális bevándorlókat. A demonstrálók szerint a lassú és túl bonyolult idegenrendészeti eljárás miatt, illetve mert Olaszországnak egy sor másik országgal nincs kitoloncolási egyezménye, a migránsok ott ragadnak a befogadó központban, illetve a városban. A belügyminisztérium adatai szerint az év eleje óta csaknem 12 ezeren érkeztek az olasz partokra. Párizsban a köztisztasági vállalat magas nyomású járdamosóval közelítette meg a városháza előtti téren táborozó migránsokat. A francia főváros vezetése az olimpia közelettével mindent megtesz, hogy az illegális bevándorlókat eltüntesse az utcákról, ám ez nehéz feladat. Évek óta özönlenek a városban migránsok, akik egy-egy párizsi kerületben letáborozva megbénítják az ott élők mindennapjait. A 65 milliós ország lakosságának több mint 10%-a bevándorló hátterű, és évről évre százezrek érkeznek Franciaországba. Európába a Kanári-szigeteken keresztül érkezik a legtöbb illegális bevándorló. A rendkívül veszélyes úgynevezett Atlanti-óceáni útvonalon idén már több mint 13 ezeren értek partot. Tavaly rekordszámú 40 ezer migráns érkezett a Kanári-szigetekre. Nem csökken a migrációs nyomás a földközi tenger keleti részén sem. Az uniós statisztikák szerint a tagországok közül az utóbbi években lakosságarányosan Cipruson nyújtották be a legtöbb menedék kérelmet. A regisztrációs és befogadó központok túlzsúfoltak a szigetországban. Görögországba, továbbra is Szíriából és Afganisztánból érkezik a legtöbb migráns, ők általában a balkáni útvonalon próbálnak meg Nyugat-Európába jutni.